Tisztelettel köszöntöm a hatos csatorna nézőit. Önök a terézvárosi kék híreket hallják. A budapesti rendőrfőkapitányság, 6. kerületi rendőrkapitánysága eljárást indított a köznyugalmat súlyosan megzavaró, közveszéllyel fenyegetés büntettének megalapozott gyanúja miatt B. György tiszacsegei lakos ellen az alábbi tényállás alapján. Nevezett személy 2015. március 13-án 17 óra 50 perckor a Budapest 6. kerület Balcsi-Zsilinszky út egyik háza előtt nyilvános telefonfülkéből felhívta a 112-es segélyhívó telefonszámot azzal, hogy felrobbantja a budapesti 4-es metrót, ha egy órán belül nem találja meg a rendőrség a feleségét. A nyomozás során beszerzett adatok alapján sikerült B. György személyazonosságát megállapítani, azonban a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Ezért vele szemben elfogató parancs került kibocsátásra. A budapesti rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 373 10 12-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 595 111-es telefontanú zöld számán, a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. Hatóságunk nyomozást folytat csekély mennyiségű kábítószer átadás büntettének megalapozott gyanúja miatt D. Mária budapesti lakos ellen az alábbiak szerint. A rendelkezésre álló adatok alapján D. Mária megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2015. március 18-án 11 óra körüli időben a Budapest 6. kerület Szondi utca egyik lakásában egy-egy kis tasak egyenként körülbelül 0,4 g zöld növényi törmeléket adott el biofű néven két férfinak 500, illetve 300 forintért. Ezt követően a gyanúsított lakásán megtartott házkutatás során egy dohányzacskóban 82,5 g zöld növényi törmelék, egy darab digitális mérleg, valamint egy kis kézitása került megtalálásra. A kis kézitáskában további 18 darab simítózáras tasakot találtunk, bennük zöld növényi törmelékkel, összesen 9,5 g mennyiségben. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a nevezett személy ellen hatóságunk egy korábbi ügyben már folytat nyomozást hasonló büntett elkövetése miatt. D. Mária gyanúsítottként került kihallgatásra, a gyanúsítása ellen panasszal nem élt, a bűncselekmény elkövetését elismerte. Elmondta továbbá, hogy a házkutatás során lefoglalt biofüvet a Budapest 10. kerületében a Hős utcában vásárolta 30 ezer forintért unokatestvérétől. A biofüvet azért vásárolta meg, mert anyagi gondjai voltak, az eladásból származó bevételből a tartozásait szerette volna kifizetni. Tekintettel arra, hogy az ügyek együttes elbírálása célszerű, ezért hatóságunk március 19-én a bűnügyek egyesítése felől határozott. Az ügyben igazságügyi vegyész szakértő került kirendelésre, aki előzetes véleményében megállapította, hogy a lefoglalt növényi származékok olyan vegyületet tartalmaznak, amely a hatályos jogszabályok szerint új, pszichoaktív anyagnak minősül. A szakértő továbbá előzetesen megállapította, hogy a fenti anyag mennyisége nem éri el a csekély mennyiség felső határát. A felsorolt indokok alapján javaslatot tettünk D. Mária előzetes letartóztatására. 2015. március 10-én kapitányságunk évértékelő állománygyűlést tartott. A jelenlévő kolléganők és kollégák mellett meghívottként részt vett rendőrfőkapitány úr, a terézvárosi önkormányzat részéről két alpolgármester úr, valamint a budapesti 6.-7. kerületi ügyészség vezetője is. Kapitányságvezető úr részletesen elmondta a 2014-es év történéseit és azok tapasztalatait. Külön kitért a bűnügyi és a rendészeti munka hatékonyságára, eredményességére.
Ezután főkapitány úr röviden megköszönte az állomány tavalyi egész éves munkáját, majd szakmai elvárásokat fogalmazott meg a felső vezetés részéről kapitányságunk felé. Alpolgármester úr hozzászólásában rendkívül jónak ítélte meg az önkormányzat és a kapitányság közötti együttműködést. Elmondta, hogy továbbra is fontosnak tartják a kerületi télfigyelő rendszert. Ennek működését és ezért az önkormányzat továbbra is szeretne ennek a területnek a támogatására biztosítást nyújtani. Ezek voltak a heti Terézvárosi kék hírek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!